Most először alakítottak ki Székesfehérváron szabadtéri műjégpályát, amit stílszerűen egy fiatal helyi sportoló jeges produkciójával avattak. Ezek pedig már a megnyitás pillanatai. A 6 éves Lea elsők között próbálta ki a pályát, szeret korcsolyázni, bár bevallása szerint azért még elesik néha. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy síkos a jég. Külföldi példák alapján helyi vállalkozók és az önkormányzat összefogásával jött létre a Koriliget. A város polgármestere örül a kezdeményezésnek, mint mondta, ő maga sajnos nem tud korcsolyázni, de reméli, hogy sokan korcsolyát csatolnak majd, és egyúttal a környékben élők türelmét is kéri. Egy városban azt mondom, hogy a város egészének összefogása és megértés is kell, egymás tolerálása is kell ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát. Azt mondom, a fiatalok a versünnep, a Fehérvár hangja a Fezen után most itt az Icsiligetben is jól fogják magukat érezni, és abban is biztos vagyok, hogy őket elkísérik a szülők, nagyszülők. Szeretnénk, ha hosszú távon működne a Koriliget. Több évre tervezünk. Bekő Kata, a Koriliget társ tulajdonosa, köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette terveik megvalósítását. 700 négyzetméternyi jégfelületet alakítottak ki a zenepavilon körül, amit az üzemeltetők reményei szerint sokan kipróbálnak az ünnepi időszakban. A téli szünet után pedig az óvodások és iskolások csoportosan bejelentkezve délelőttönként ingyenesen használhatják majd a műjégpályát.